Arra vagyunk kíváncsiak, hogy hogy néz ki a karácsonyod. Gondolom, hogy azért itt a szülők is benne vannak a karácsonyban, és mi a menü? Ez is egy nagy kérdés. Húha, igen, a karácsonynak most kifejezetten örülök ebben az évben, mert tavaly nem nagyon élveztem ki, mert mi tavaly indultunk az Exatlont forgatni Dominikára, és 25-én már hajnalban elindultunk, szóval a karácsonyt én ott elvágtam, és mivel 27-én forgattunk, szóval, és én nagyon karácsonyozós vagyok, tehát nekem október végétől elkezdődik a karácsony, ami azt jelenti, hogy én hallgatom a klasszikus karácsonyi zenéket, nekem van egy óriási gyűjteményem, több mint 300 számmal, zeneszámmal, szóval a karácsonyi menü az éppen kérdéses, nálunk pulyka szokott lenni, és ez a klasszikusabb pulyka, amit mondjuk a britek, ez az egybesült pulyka, általában Jamie Oliver vagy Gordon Ramsay-nek a receptjét szoktuk ötvözni. Én egy dologhoz ragaszkodom, a pulyka mellé ez az áfonya szósz, azt nagyon szeretem, nagymamámat is meg szoktuk látogatni, ő pedig ugye a töltött káposzta, a húsleves, azt hiszem ott Wellington lesz, hogyha jól tudom, ez az utolsó információm, a desszert pedig rám fog maradni, én azt szoktam vállalni, és nagyon szeretem, és arról még nem tudok nyilatkozni, van már egy-két dolog a fejemben, amit szeretnék készíteni, mamáé lesz a beigli, bár ebben az évben lehet, hogy én is meg fogom próbálni. Egy mákos guba. Mákos guba, hát az a kedvencem különben, a mákos guba, tehát a mamánál a mákos guba az kötelező, mákos begli is, ha jó sok töltelék van benne, mert nekem az a, tehát amikor több a tészta, azt nem szeretem. Azt szeretem, hogyha már reped, ami tudom, hogy azt mondják, hogy nem jó, de amikor reped ugye a tésztának a tésztájának a teteje, és hogyha jó sok dió van benne, meg mák, az nekem jöhet. Ha már nem tudunk a Györfi családdal együtt karácsonyozni, pedig nagyon sokan szeretnének, mert nagy kedvenc a Györfi Pali itt Egerben is. Tehát hogy néz ki a Györfi családnál a karácsony, és mi a menü? Ez is fontos. Hadd kezdjem azzal, hogy néz ki egy átlagos hétköznap a Györfi családnál, teljes káosz. Tehát ugye három kisgyermek és a szüleik, mármint a feleségem és én, a három kisgyermek 9, 11 és 13 évesek, teleprogramokkal, és állandóan megy a balhé otthon, tehát nincs egy nyugodt pillanat. De én ezt most nyilván jó értelemben mondom, mert így egy pillanatra sem tud az ember leengedni, szerintem ez tart valamennyire fiatalon, hogy egyszerűen nem engedhetem meg magamnak, hogy ledőjek egy fél órára, mert mindig van valami, amit csinálhatunk. De azért nagyon vágyunk minden évben arra, hogy jöjjenek az ünnepek, különösen a karácsony, amikor egy kicsit bekuckózunk, nekem is egy kicsit kevesebb melón van, feleségem is otthon lehet, és a gyerekekkel azt az igazi intimitást éljük át. Most a szakrális részét még ne is nézzük, hanem pusztán azt, hogy otthon vagyunk, ez már nagy dolog, és akkor még ráadásul ugye a karácsony varázsa, ugye a bibliai történetek, nagyon várom minden évben. De Pali, te tudsz főzni, vagy segítesz ilyenkor sütni, főzni? Azért a konyhában készülnek finomságok. Mire én az első konyhai műveletet elvégezném, addigra a feleségem már háromfogásos menüt tesz az asztalra, tehát ilyen módon valahogy én soha nem éreztem azt, hogy nekem nagyon kellene ezzel foglalkozni, de voltak olyan kihívások mostanában az elmúlt években, amikor igenis megcsináltam ezt-azt, tehát van bennem ilyen képesség. Néha még élveztem is a főzésnek ezt a kreatív oldalát, úgyhogy ha vészhelyzet lenne, hogy egy kicsit a szakmámhoz visszatérjek, akkor szerintem nem vesznék el a konyhában. Na de hát így, hogy a feleségem így főz, hát én csak drukkolok neki. Mi a nagy kedvenc például karácsonykor? A tradicionális menü nálunk is megjelenik, húsleves, töltött káposzta, különböző húsételek, beigli, ugye mi is eszünk beiglit. Szeretnék egy kicsit lefogyni, van egy komoly úszógumim. Az elmúlt években, a Covid időszakában nálam is az ütőszekrény felé vezetett a legtöbb út otthon. Ez most a karácsony, ez nem kedvez ennek. Most az elmúlt hónapokban azért odafigyeltem arra, hogy mit eszem, keveset igyekeztem enni, krumplit, tésztát száműztem, amennyire tudtam, kenyeret nem ettem. Na de hát a karácsony az pont nem erről szól, úgyhogy belemerülünk az élvezetekbe, ez a tervem, de azért biztos, hogy az a sok csoki, ami például most a Mikulás kapcsán megjelent a lakásunkban, az komoly veszély a gyerekeknek. Próbálom őket, hogy mondjam, hittéríteni, de hát nehezen megy. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy a Forgó családnál hogy néz ki a karácsony, és itt még arra is, hogy vajon mi a menü. Hát mi is a hagyományokat ápoljuk, úgymond. A halászlé az elsődleges, azt mindenki szereti, és azt mindig én csinálom. És bográcsba, kin, ha esik, ha fúj, ha szakad, én kin bográcsozom a egész nap gyakorlatilag, 24-én. Aztán töltött káposzta és hidegtálak, amiket mindenki szeret, úgyhogy gyakorlatilag
Hát a beigli természetesen, azt meg kizárólag a feleségem csinálja, úgyhogy, de olyan mennyiségben, hogy tehát január közepéig esszük, és még mindenkinek csomagol is, úgyhogy... Annyira szeretjük a Szécsi családot, de nem tudjuk például, hogy hogyan néz ki nálatok egy karácsony, és szerintem erre nagyon sokan kíváncsiak, és arra is, hogy van kedvencetek, amit esztek, vagy minden évben más és más, mi a hagyomány? Nálunk elég nagy káosz van, hiszen ugye én már a második feleségemet nyúzom, és az elsőtől van két csodálatos gyerekem, és minden évben másnál van a Szenteste. Úgyhogy amikor együtt tudunk lenni Szenteste, hogy mind a három gyerek, akkor édesanyámnál gyűlünk össze, és itt számomra a fő étel az a rántott pulyka mell, ilyen híjában főtt kicsit olajos burgonyával és tartármártással. Mentek, jöttök utána a családtagjai, vagy utaztok, itt maradtok? Hogyan néz még ki a karácsony? Az ilyen szentestéken ugye Budapesten alszunk, és akkor 25-én jövünk vissza Egerbe, és akkor nyilván itt is karácsonyozunk. Idén Egerben töltjük a szentestét, és akkor a nagyokkal már csak 25-én találkozunk Budapesten. Szerintem sokan kíváncsiak arra, hogy Csanki János hogyan ünnepli a karácsonyt, hogy néz ki a karácsony, és kifejezetten mondjuk azért itt az ételeknél, hogy van olyan, ami kedvenc, amit ilyenkor fogyaszt? Nem tudom, lehet, hogy sokan csalódnak majd velem, de anyámnak is sok problémája volt velem, mert mindig megkérdezte a kisfiam, mit főzzek. Hát mondtam, tejberist. Hát azt mondta, hogy nem lehet tejberist, hát akkor megmondom, tök mindegy. Úgyhogy ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy én azért nem nagyon eszem a halászlét, egyébként érdekes módon csak, hogyha mondjuk Tokajban vagyok, akkor tuti halászlét eszem, vagy olyan Balatonparti, ami... De egyébként úgy, hogy most beülnék mondjuk Pesten egy kávézó, vízébe, egy étterembe, akkor nem fogok halászlét kérni. De azért karácsonykor szoktam halászlét tenni, valahogy ez úgy bennünk volt. És azért most is úgy ezt elvárom, hogy legyen halászlé majd. És az elmaradhatatlan beigli, mindenki azt mondja, a beigli az karácsonykor kötelező. Az egész, hát ezt igen, ezt mondtam volna én is, mert anyukám nagyon jól csinálta, diósat is csinált, ezt én nem szerettem, de mondtam is, hogy ezt ne csináljon, de hát persze csinált, mert a többiek szerették, nővére volt egyébként, meg a fater is szerette, én mákosos voltam, bevallom férfiasan, azt elég kemény mennyiségbe tudtam fogyasztani.